gáztöltéssel van némi baj. Ez nem az, aminek lenni kéne. Mert a mandula az első begyújtás, tulajdonképpen az első begyújtás megtörtént. És akkor most várjuk, hogy felfűtsön. Na, már 2 perce fűt.
6-os perce melegszik, és a nyomás már. Emelkedik. Két perc és lefújja. Kezd lefújni. Megjött a nyomás. Na nézzük. Hát tegyük irányba. Nézzük. Az első mozdulatai. Hát kérem tisztelet. Ruby működik. Kesztyű az erősen ajánlott hozzá. Most nézzük előre. Nem úgy tűnik, mint akinek sok baja volna. Löskön, mint egy tisztességgel gép. Beáratós a lelkem. Rubika, te büdös vörös kurva. Ennyit vártam már rá. Könnyebben megy, azt én. A 18. percre ketyereg. Annak ellenére, hogy elég sok gáz elment mellette, azért
És most jön a leglényegesebb kérdés, hogy olaj ment-e a hengerekbe? Ez a sarkalatos kérdés, ez nagy kérdés. Mert itt ebbe olaj-víz keverékének kell lenni, és nem is kevés víznek. Na majd, ha letisztul, megnézzük. Ennyi víz van az alján a kis tartálynak, tehát kenés nélkül nem maradt a henger. Na, 19 perc után még ennyi víz is maradt a kazánba, és ez lényeges kérdés. Majd először itt egy sátor nélküli próba lesz, mert ha megindul és nem tudok benyúlni, megállítani, akkor borul, mint a frankes. Azt meg nem kéne. Kíváncsi leszek a pályán való mozgására.